Csá, sziasztok! Ötödik munkanapunkat kezdjük meg itt a mi kis műhelyünkben. Ami azt jelenti, hogy péntek. Ugye itt a játékban. Most nem tudjuk, hogy mi... Ó! Már tudjuk, hogy mit fogunk javítani. Ami nem más, mint egy Bolt Hornet. Miránéz is egy pontjak. Fiero? Vaj, valami hasonlónak néz ki szerintem. Na lássuk mi a... Óhaj, sohaj. Jó reggelt kívánok. Tudna nekem segíteni? Ez az első autóm. Lehet, hogy nem a legtökéletesebb, de az enyém. Mindig is álmodtam egy ilyenről, és végül sikerült spórolnom némi pénzt, és azonnal keresni kezdtem. Úgy tűnik, kicsit elragadtathattam magam. Hallottam, hogy ez nem sok jót ígér. Az eladó azt mondta, hogy a fékeket meg kell javítani, de a többi tökéletes állapotban van. Már reggel kopogást hallottam hátul, és jobbra húz az eleje. Remélem, semmi komoly. Ha szükséges, kölcsönkérek némi pénzt a szervizre, de remélem, hogy csak a fékek. Alig várom, hogy úton lehessek vele. Kérem, nézzen rá, és cseréljék, ami szükséges. Találkozunk nem sokára. Is van egy zöld szépség, mondhatni, már akinek bejön ez a kocsi. Én kimondottan nem vagyok amerikai típusú, de mondjuk egy Mustangot, egy Camarót azért elfogadnék a garázsomban. Na nézzük, mi a baja a Verdának. Négy fékbetét. A többit nem tudjuk. Első lökhárító. Olajcsere, ablakmosó. Korak, szokásos rutin eljárás. Megpróbáljuk megkeresni a problémás részeket. Hát, ha így ez a felderítés valamit kiderít. Meg ugye az XP-t is gyűjtjük vele. Úgyhogy tiszta haszon. Na. Van is egy pár piros vezérműszi. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy azt így hogy tudjuk megállapítani ránézésre. Mivel a vezérmű fedél alatt van. Ami pedig nem átlátszó anyagból van. Úgyhogy hát lényegtelen. Tudjuk, hogy valami már rossz. Annyival kevesebb alkatrész után kell kutatni. Ami ugye nem egyszerű. Hogyha valami azt mondja, hogy nincsen meg, keresd meg. És semmilyen tesztünk nincsen rá, ami elővakarja nekünk azt a hibás alkatrészt. Aztán rosszabbik esetben darabokra kell szedni az egész kocsit, csak hogy előkerüljön. Hogy... Hát lehet, hogy megérné kivinni a tesztpályára. Ott még úgysem jártunk. Lehet, hogy az is adna valami támpontot nekünk, vagy egy pár piros alkatrészt.
előkerítene. De így azért. Ez a külső átvizsgálás is elég sok átkötrészt előhozott. Nézzük. Hát azért még elég sok a hibás. De sok minden már megvan. Hát próbáljuk akkor még így ezekkel a diagnosztikai szerszámokkal előkeresni. Gyújtótekercs, gyertya, még egy gyertya, három gyertya, négy gyertya, öt gyertya, meg még két tekercs. Hát lassan meg lesz itt az összes. Szerintem ezzel nem is tudnánk kimenni a tesztpályára, mert nem gyúlik. Üzemanyag nyomócső. Egyre gyűlnek az alkatrészek, megnézzük a gumikat is, sose lehet tudni. De nem valószínű, hogy a gumik lesznek. Így van. Haladunk tovább, multiméterrel kimérünk mindent, amit lehet, meg azt is, amit nem. Elég biztosítékok, úgy néz ki, hogy rendben vannak. Akkumulátor és minden. Jó, és akkor még van ez a nyomásmérő. És reméljük, hogy ez egy dugattyúk. Ezért műtengely. Az még hagyján dugattyúk, ne legyenek, mert az egész van. Jól van, azt mondja egy vezérműtengely. Na nézzük. Na hát ez nem olyan sok, nem olyan sok. Amit meg kell keresnünk. Úgyhogy akkor visszük is az autót az emelőre. És neki látunk. Első lépésben egy kis olajcsere. Annak is az első lépése az olajleeresztés. Hát egész szép színű olaj. Rendben van, megnézzük a bevásárló listát, azt így töröljük. Ne keveredjen az előző javítással. Na itt rögtön van egy olajszűrő. Amit látunk. Lehet, hogy ott is, sőt valószínű, hogy az rajta volt a listán. Megnézzük a gumipersejeket. App itt egy mindjárt rossz. Ezt látni. Megnézzük a másikat. Ez is rossz. Ott is látok egyet ebbe az alsó lengőkarbon. Ott né, viszont ahhoz le kell kaparnia. Nem kell? Nem kell, lejön ez csak így. Igen, abban is volt egy. Nézzük ki a kereket. Ott van egy fékbetét. Ahhoz mindenképpen le kell venni a kereket. Úgyhogy akkor elő a pisztolyjal és lecsavarozzuk. Féknyereg jó állapotban van. Ez a betét viszont listás. Rendben. Na nézzük, megnézzük még ennek a bölcsőnek a másik két gumipersejét. Ez jónak tűnik. Itt a hátsó. Hátsó viszont nem. Oké.
Rendben, ott is látok valami rozsdásat. Első kerék agy. Akkor ezt is. Szétkapjuk. Gondolom a fékbetét az itt is kuka. Ezt megy messziről látni. Egy csupa rozsda. Sapka, féktárcsa és... Ah, még nem, még kell a kerék, ágy, csapágy. És már hozzattuk a listához először is. Itt is van egy rozsdás csavar, de szerintem csak a csavar. Úgyhogy... Óha, na. Na nézzük. Zugoimpörsi, ezt látom, hogy ez rossz. A laprógó lefogató is rossz, kettő. Itt látom a kerékben is valamit. A tartó. Lengőkar. Ezt itt szét kell szedni. Listázzuk és levesszük. Hátsó kereket is le kell szednünk. Megnézzük itt is még a gumipersélyeket, ugyanis azt egyelőre nem tudja nekünk semmi diagnosztika megmondani. Fékbetét rossz. Úgyhogy ezeket így kézzel, kézzel, szemmel, manuálisan kell átnézni. Porvédőlemez rossz. Úgyhogy ott van még a másik oldalon is. Ez is rossz. Ez a gumipersze is rossz, úgyhogy akkor ez is lekerül. Ott van még egy ez a laprugó lefogató. Ott is rozsdás valami. Na most sikerült ráirányítani. Kész van ez a rugótányér. A kereket is le kell szednünk, a hátsót, a fékbetét miatt. Ó, meg van itt még valami merev hidas féltenge is listás. A fékbetét is. Megnézzük az üzemanyag tartályt, meg a... Ez jó a pompa. Jó, hát szerintem akkor ez így... Ez így egyenlőre... Megnézzük a listánkat. Megvan az összes. Szuper! Úgy néz ki, hogy akkor a... gumipersék voltak azok, amik hiányoztak. Megnézzük, hogy a kuplunkban nincs valami, amit ír. Nincsen, úgyhogy ezt akkor nem kell szétszednünk. Felfüggesztés akkor meg lenne, úgyhogy neki ugorhatunk a motornak. Illetve ezt is innen lekapjuk. Na nézzük, voltak itt nekünk ugye valami gyújtástekercs, meg gyertya, vajon azok hol lesznek? Trafófedél, szelepfedél. Ha
Itt van valami rozsdás. Nyomócső. Ja, hol van? És akkor valahol itt lesznek a gyertyák ez alatt. Ha minden igaz. Á, úgy is van. Van itt nekünk egy rossz gyújtás tekercs. Itt ez a másik is rossz. Ez jó. Ez is jó. Itt van az egyik rossz gyertya. Ezt benne hagyjuk. A második. A harmadik. Rendben. Oké, lejön a szelepfedél. Hát egy csavarozást egy kicsit lehet, hogy nem ártana meggyorsítani. Viszont mi ezek a pontoké, képességpontoké a szerelést. Felesszük. Oké, itt rossz vezérmű tengely. De annak zavadzala. Ó, sok minden. Sok-sok minden. De azt hiszem, hogy még ezen az oldalon is van. Ezen az oldalon is van egy-két. Itt is van. A harmadik gyújtás tekercs. Meg gyertya. Á, és mindenképp le kell venni a szelepfedelet, úgyhogy itt mindent ki kell innen szedni. Ó, itt még egy rossz gyertya is van. Á, a gyertyát nem kell tolna, ugye? Az attól lejön. Na mindegy. Ott egy beragadt csavar. Na és akkor kezdhetünk neki ezeknek a sok minden vackotnak a leszedéséhez. Egyszer egy görgő. Lejön a szíj. És mindent le kell szednünk. Nem férjünk anélkül ugyanis hozzá. Hát akkor vízpumpa. Hopp, még itt van a szívfeszítő, vízpumpa is ott van, zavadzál. Viszont most azon gondolkozok, hogy ha vízpumpát levesszük, nem-e fog kifolyni a hűtő folyadék. És akkor megint takarítatunk egy 50-esért. Amit ám szeretnénk. Na még mindig van egy görgő, meg ez a bazi nagy főtengé valami szítársa. Jó, innen meg kiszippantjuk a hűtő folyadékot. Mielőtt levesszük a vízpumpát. Ez is be van ragadva. Oké, na lejön a vezérműfedél. Négy csavar. Aztán itt egy rossz vezérműszíj. Itt egy másik rossz. És itt van a rossz vezérmű tengely. Na és szerintem akkor ennyivel meg is lennénk. Kerékagy, fékbetétek, gumipersely, gyújtást,
Tekercsen, gyertya, lengőker, olajszűrő, tányér, nyomócső, vezérműszi, vezérműtengely. Oké, mehetünk az üzletbe. Internetes webshop, online világban élünk, minden házhoz jön. Tehát olajszűrő, kell egy pár gumipersely, hát most van több pénzünk, úgyhogy betankolunk belőle. Azt mondja, hogy kellenek fékbetétek, egy első kerék, egy lefogatóból három, egy ilyen lengőkár, két tányér, porvédőlemez, féltengely, hát ez itt nem lesz, nyomócső, egy, hogy de drága vagy. Vezérműtengely, vezérműszívó kettő, és akkor az elektronikai szaküzletből kérünk 5 gyertyát, 3 gyújtást, tekercset és ez minden. És akkor még menni kell a karosszériáshoz, ahol is egy első lök 350. Na jó, lista töröl. És jövünk. Összekapjuk a motort. Mondja, vezérműtengely, a tiszta óhajat a helyére, ez maradhat. Ide kell egy gyertya. De egy másik. Egy harmadik. Egy nyomócső. Másik oldalra is kell még három gyertya. És ezzel elméletileg a gyertya kipipálva, nyomócső, vezérműtengely kipipálva. Szuper. Kettő vezérműszé. Vissza a fedél, meg az összes uci-mucira. Hát kezdjük innen lentről. Sokan macera ezekkel a sok hengeres V-s motorokkal. Mennyivel egyszerűbb egy soros 3-4 hengeres elrendezés. Oké, visszaraktunk mindent, jöhet az XC. Még egy ékszi, ide még egy feszítő. Ott még egy görgő világít. És ezzel remélem, hogy minden megvan, nem hagytunk ki semmit. Visszarakjuk a szelepfedelet. Ide másik oldalra, és aztán már csak a felfüggesztésből hiányoznak az elemek.
Oké, ide jön egy tekercs. Ide jön egy másik. Harmadik. Negyedik. Megnézzük, hogy minden rendben. Hát két tekercset még itt ír, de ugye még a másik oldal az nincsen összerakva. Úgyhogy még ide megyen négy darab tekercs. Rendben. Visszapakoljuk így sorban, ahogy jön. És meg... Ó, hát... itt mind a két tekercset. Vagyis egy két tekercset itt azt mondja, hogy nincsen. Hát pedig megvettük. Itt azt hiszem, hogy az első kettő volt. Most az a baja, hogy nem oda a rosszak helyre nem tettük az újat, vagy... Akkor itt teszünk egy rosszabbat. Ide egy újat. És akkor... És tényleg... És tényleg az a baja, hogy az egyik használatot tettük vissza oda, ahol a rossz volt. És oda ő jót számít. Szóval hiába vesszük meg a jót. Ha nem oda tesszük be, ahova kell. Holott az összes jó. És most megint még egy rossz. És akkor melyik? Így kell cserégetnem jobbra-balra. Mert már nem emlékszem, hogy itt ez a kettő volt a rossz. Itt pedig most meg nem mondom, hogy melyik volt az, amelyik 72, 79, 100. Hát most muszáj vagyok kivenni az összeset, és aztán egyesével bepróbálkozni, hogy hova is lesz a jó. Hát ez nem az. Ez sem az. Hát ez azért nagy szívás, gyerekek. Most folyton irkálnom kell, hogy melyik az, amelyik a jó, melyik az, ami rossz, vagy... És ugyan oda visszatenni, hogyha az egészet... Ki kell cserélni, hát ez már mekkora szívás. És pár az utolsó volt. Na mindegy, a lényeg, hogy megvan. Kicsit megszívtuk a fogunkat, de helyére kerültek a dolgok végül is. Oké, még ez a fedél. Ide.
És ezáltal a motor része az rendben van. Feltöltjük még ezt a hűtőfolyadékot, amíg itt vagyunk. Habár még a motor miatt úgyis majd le kell engedni az autót. De biztos ne felejtsük el, amit ma megtehetsz. Oké, szóval ide pedig kell az olajszűrő, és más nem is, ugye? Minden más lentről meg lehet, jobban is lehet látni. Hát akkor pakoljuk össze a dolgokat. Innen hiányzik a gumipersely. Innen is. Ebben az autó aljáról. Na még jó, hogy... Na mindegy. Másik oldalon is van itt egy persely. És itt ezt a... Ezt a részt itt akkor most összepakoljuk. Fékbetétet rá. Ami kerék, vagy sapka. Fék, nyereg. És mehet vissza a kerék. Így. Visszajövünk még akkor ide, bár itt a kereket nem fogjuk tudni feltenni. Akkor jövünk hátra. Ide kell az a... Ez is alulról. Mennyi felesleges munka, tudatlanságunk miatt. De hát ez van. Ide kell a gumipersely. Féktengely, féktárcsa, fékbetét, fékpofa. És mehet fel a kerék. Atlanta felni. RF Goodwind. Oké, egyik oldal megvan. A másik oldal. Ide szintén majd alulról kell egy pár dolgot felrakni. De ezt például nem kell. Érdekes. De azt miért nem lehet? Így alulról nem fér hozzá. Ehhez hozzáfér, akkor ahhoz is hozzáférne szerintem. Na de nem mi találtuk fel az autószerelést, úgyhogy alkalmazkodnunk kell. Ha túl akarjuk élni. Oké, mi hiányzik még? Fékbetét, gumipersely, lefogató. Oké, akkor felemeljük a kocsit. Alánézünk a dolgoknak. És pótoljuk a hiányzó alkatrészeket.
Valahogy ide át kell. Evickélni. Nem mindig egyszerű a navigálás. Főleg, hogyha ráközelít valami alkatrészre a kamera. Aztán onnan át kell egy másikra pozícionálni. Hát nem egyszerű. Amúgyban van sok minden, nagyon közel van. Nem lehet rendesen látni, forogni. Mint egy igazi autóműhely. Na, ide viszont csak egy gumipersely kellett, úgyhogy nem fogunk pazarolni. Visszarakjuk ide ezt a 74-eset. És bízunk benne, hogy a jó helyre került. Ezt meg is nézzük mindjárt. Hát nem jó helyre került. Úgyhogy akkor az első helyre kell tenni a régit. Tehát ide a régit, ide az újat. Így van. Szuper. Visszakerül az utolsó felni. Engedjük a kocsit. Rárakjuk a lökhárítót. Olajat bele. Én azt hiszem, hogy az ablakmosó tartályt kell feltölteni. A szemmel láthatóan kevés van benne. Hát az gratisban megcsináljuk neki alap dolgokat. Nem mondják, hogy valami kókler szerviz vagyunk. Nyeli az olajat rendesen. Rendben. Jó, így jó helyen vagyunk. Lakhárított az újat. A lámpákat vissza. Hát lefesteni sajnos nem tudjuk a fiatalembernek, de mindent megcsináltunk. Úgyhogy egy újabb elégedett ügyfél remélhetőleg távozott tőlünk. Mi pedig befejeztük az ötödik munkanapunkat. 10 000 pénzzel zártuk a hetet, ha lehet így mondani. És megnézzük, hogy legközelebb mivel fogunk foglalkozni. Szálem GV500-as Ford Focus. Úgyhogy ezzel jövünk legközelebb. Egy kis virtuális hétvége után. Addig is jók legyetek, sziasztok! Csáááá!